Úgy látom, elindult. Elindult a felvétel. Távirányítóról. Próbáltam beindítani, ez a videó, ez meg a fotó. De mondjuk itt, és megy a felvétel, de itt nem látom, hogy visszajelezne, hogy megy-e ténylegesen-e a felvétel. Aztán beleraktam most a gimbalba. Lássuk, hogy így. Hát nem túl jó fényviszonyok vannak. Most esik ez a havas eső. Ja, az a lényeg, hogy üzembiztosan felvegye a hosszú videókat is, bazd meg, ez lenne a lényeg. Értesz, hogy fölvegyed? Az egy dolog, hogy milyen minőségű. Normáltól lehet egy kicsit rosszabb, csak vegye föl, bazd meg, a 5 perces videók, oké, hogy 5 percesek. Össze kell fűzni utána, az mindegy. Csak vegye föl, lehessen rá számítani, ne az, hogy izé mindig kikapcsol, meg lefagy, meg anyám picsája, tudod? Mert az agyfasz. Oké, megelégszek szarabb minőséggel is. Mert érted? Motorom, meg mit tudom én, rendben van a szarabb minőség, csak izé. Csak akkor azt legalább vegye föl. Használható legyen, lehessen videókat csinálni, érted? Az lenne a cél. Jó, végülis egyszer fagyott le tegnap. Azt még elnézzük neki, mert most izé van. De hogyha átállítod, de nem tudom mit, akkor izé. Akkor formáz. Letöröl minden addig itt. Na minden, ezt ki kell tapasztalni, bazd meg. Hát mindent ki kell tapasztalni, a legegyszerűbb eszközt is ki kell tapasztalni, hogy hogy működik, hogy működik-e üzembiztosan, milyen nyűgjei vannak, mik az előnyei, hátrányai, hogy lehet rá számítani, mennyire így használható valami, ezt mindent ki kell tapasztalni, érted? Egyszer-egyszer beugrik egy izé, az még belefér, érted? Egy hiba belefér, de tehát ne az legyen rá jellemző, hogy mindig. A V50 Pro akciókamera, erről volt szó. Erről beszéltem az előző videóban, most felraktam. Megnézzük, milyen így gimballal mit tud vetetni. Talán nem is olyan rossz a hangja, a saját hangja. Most ezt is próbálom.